A Szegedi Egyetemi Színházért Egyesület és a Szegedi Egyetemi Színház Társulata 2016 tavaszán szervezett először találkozót egyetemi színházak számára. Azzal a nem titkolt céllal, hogy hagyományt teremtsenek. A Szegedi Egyetemi Színjátszás impozáns múltra tekinthet vissza. A 20-as években alakult Szegedi Egyetemi Ifjúsági Társaság útját például Szentgyörgyi Albert egyengette, az 1965 és 1974 között működő Pál István vezette Szegedi Egyetemi Színpad pedig valóságos legendává vált. Az egész Szegedi Egyetemi Színház tulajdonképpen ezekben a hagyományokban gyökerezik a mostani formája, és nagyon szerettünk volna a Czene Zolival, aki tulajdonképpen az alapító művészeti vezetője ennek a bizonyos Szegedi Egyetemi Színháznak, hogy legyen egy ilyen fesztivál valamikor egyszer csak. És mindig olyan csodálkozással néztük ezeket a fesztiválokat, amire eljutottunk a pécsiekére, meg a debreceniekére, hogy egyszer mi is szeretnénk ilyet, tehát picit irigykedtünk is, és tavaly tulajdonképpen ott kerestük, vagy találtunk rá forrást igazából, nyertünk egy pályázatot, és akkor emiatt sikerült első találkozót szervezni, aminek olyan nagy vagy jó visszhangja lett, hogy aztán kénytelenek vagyunk másodikat is csinálni. Találkozót dr. Marsi István dékán nyitotta meg az egyetem rektori épületének átriumában. Megnyitó gondolataiban a művészet közösség és egyéniség formáló erejét emelte ki. Október tájban szoktak jönni a hallgatók azzal, hogy jaj, tanár úr, én ezt az egészet nem bírom, én ezt itt hagyom. Én úgy kiégtem ez alatt a pár hónap alatt, és érdekes módon ezek között a hallgatók között egy sincs olyan, aki művészeti csoportnak lenne a tagja. Mert persze ez mindig óriási lehetőség, amikor valaki összetalálkozik az egyetemista léttel, de ez egyben nagy kihívás is, új követelmények, teljesen új életforma, óriási felelősség, és azok, akik egy művészeti csoportnak lehetnek a tagjai, hihetetlen energiát meríthetnek ez ebből a közösségből, ebből a létformából, ahhoz, hogy a választott hivatásuknak is megfeleljenek. Az idei találkozóra a házigazdák a hazai egyetemi színjátszó társaságok közül a Debreceni Egyetemi Színház több társulatát, a Pécsi Jánusz Egyetemi Színházat és a Budapesti Mégis Társulatot hívták meg, határainkon túlról pedig a székelyudvarhelyi SGR projektet. A fesztivál idején tucatnyi produkciót láthatott a közönség, a színházi bemutatók mellett koncertek színesítették a programot. Ebben benne vannak azok is, akik egyébként sok szállal köthetőek az egyetemi színházhoz, de nem kimondottan egyetemi színjátszással foglalkozok már. Gondolok itt a Homo Ludens Projectre például, akik Szegeden itt egy egészen más, vagy igaz, izgalmas színes világot képviselnek. De ugyanakkor a magyarországi szerb színház is a vendégünk lesz, hogy Gyorgy Branimir keresett meg, hogy jönnének nagyon szívesen Szegedre. Még nem tudták elhozni ezt a bizonyos Avala Express 20 projektet, vagy hát koncertszínházat, ami pedig a Cseh Tamás dalok szerbül, magyar felirattal, és ezt nagyon szerették volna elhozni, hát akkor itt a lehetőség. És hát tulajdonképpen még így kilógó projektet talán a Kamakiri Dance Company tudnám mondani, akik meg táncszínházat csinálnak itt Szegeden kb. 3 év óta. És őket meg pont azért, mert ők is sok szállal kötődnek hozzánk. Gyakran játszottak nálunk, volt egy produkció is, amiben nagyon sok táncos szerepelt onnan, és ott a Vörös Balázs a vezetője.
szerettem volna, hogy ő is itt van, meg ő is részt vesz ebbe a program, vagy ők is. A találkozó 6 helyszínen zajlott, az előadásokat bárki ingyenesen megtekinthette. A szervezők nem csak a Kárpát-medencei felsőoktatáshoz kötődő színházak, de Szegedváros kulturális életében is szeretnék meggyökeresztetni a tavaszi egyetemi színházi találkozókat. Az a terv, meg hát erre fele megyünk, hogy mindig mi legyünk a tavaszi találkozási pontja ennek a fesztivál sorozatnak. Most azért mondom, hogy fesztivál sorozat, hiszen októberben szokott minden évben lenni a Debreceni Egyetemi Színházi Találkozó, és hát 2 évente általában a pécsiek is szoktak, ők nemzetközi egyetemi színházi fesztivált szoktak szervezni, ők ott igazából kicsit más hangsúlyokat helyeznek. A Debrecenben is ugyanaz a hagyomány lesz, vagy van már ott 4 éve, mint nálunk is lenne, meg merjem remélni, hogy ezt sikerül erősíteni. Ez a bizonyos, hogy találkozunk egymással, és a hallgatók, meg a egyetemi színházak tudjanak beszélgetni az előadásokról, rögtön legyen visszacsatolás, még aznap legyen beszélgetés, szakmai zsűri beszélgetés, a közönség is tudjon visszacsatolódni, hogy mit látott is, hogy tudjon a színészekkel beszélni. Tehát tulajdonképpen ezt a színházi élményt megélni. Veszélyes játék, vizet, tüzet.